Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, és tisztelt Verzsia asszony, az imént hallottuk az ön felszólalását, amelyben említette, hogy kik itt tapsol meg. Ön egy kommunista. Az ön elvtársai tették tönkre az én hazámat. Van önnek bőr a képén, hogy bennünket demokráciából és jogállamiságból oktasson ki? A jelentés szerint Magyarország veszélyezteti a jogállamot. Ez hazugság. Ez pont azokra igaz, akik Magyarországot bírálják, Judith Sargentinire, a baloldalra és a libére. Mert mi is a jogállam, tisztelt képviselőtársaim? A jogállam az, amikor nem egyes emberek, nem egyes csoportok önkénye, hanem a jog az úr. Először is. A parlamentet az unió szerződése azzal ruházza fel, hogy a közösségi jogszabályok alapján járjon el. A jelentés a C pontban elismeri, hogy nem talált elég közösségi jog alá tartozó esetet Magyarország ellen, ezért olyan kérdéseket is vizsgál, amelyek nem tartoznak a szerződés hatája alá. A jelentés többségében ilyen kizárólagos nemzeti hatáskörbe levő ügyeket sorol fel. Az unió jogán túlterjeszkedni önkényes, ellentétes a szerződéssel, ellentétes a jogállammal. Másodszor. A római jog óta a jogállam azt is jelenti, hogy a vádlott méltányos lehetőséget kap a védekezésre. Ebben a több órás vitában Magyarország képviselője mindössze 5 percet beszélhet, ez nem jogállam, ez egy több ezer éves jogelv lábbal tiprása, szégyen. Félnek önök a szavaktól? Harmadszor. Egy jogállamban nem volna lehetséges, hogy a szerződés speciális, garanciális szavazási szabályait kényük, kedvük szerint kiforgassák, hogy ne számítsák a leadott szavazatnak a tartózkodást, hogy a nekik jobb eredmény jöjjön ki. Azok beszélnek itt folyton a jogállam, a demokrácia sérelméről, azok oktatják Magyarországot, akiknek maguknak eszük ágába sincs betartani még a saját szabályaikat is. Azért teszik mindezt, hogy bosszút álljanak a tömeges bevándorlást ellenző magyar embereken, az illegális migránsokat kerítéssel megállító Orbán Viktoron. Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű. Ezt a mondást mi felénk azokra használják, akik az ártatlant azzal vádolják, amiben ők maguk a bűnösök.